Losonczy István a 90-es években irányította a bonyhádi felnőtt labdarúgó csapatot. A torna az ő emléke előtt tiszteleg. A legutóbbi három alkalommal külhoni csapatokat is meghívtak az eseményre. Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és a Muravidékről is érkeztek egyesületek. Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum vezetője szerint mai világunkban a magyar-magyar kapcsolatok fenntartása különösen fontos. Ugye tudjuk azt, hogy a szomszédos országban a háború dúl, és nagyon fontos az, hogy a sport által is ápoljuk ezeket a baráti kapcsolatokat. És a sport az nagyon jó erre, hiszen attól függetlenül, hogy a mai napon is voltak ilyen paprikás hangulatú mérkőzések, de a sport azért gyógyír sok mindenre, és örülünk neki, hogy egy kicsit ki tudtunk zökkenteni például a kárpátaljaiakat is ebből a borzasztó helyzetből, amiben ők kerültek. A Csikcsicsóból érkezett erdélyi csapat minden mérkőzését elvesztette, azonban Bece Szilveszter elmondása szerint az eredmények másodlagosak, a legfontosabb tényező az összefogás erősítése volt. Mi nagy pályán játszunk otthon Romániában, a megye négyben, tehát a megyei bajnokságban. Na, akik már kiöregedtek, hogy abba hagyták ki barátok, tehát mi mindig baráti társaságként fociztunk, és úgy is jöttünk el, hogy érezzük jól magunkat, tehát nem az eredményre mentünk rá, mert hozhattunk volna tényleg mi is terenfocisokkal, stb., de nem, azt mondtuk, hogy ez erről szól elméletileg, hogy jól érezzük magunkat, minden csapat igazából így kéne csinálni. Az egésznapos küzdelmekben a csoportkör mérkőzései után negyeddöntők és elődöntők következtek. A döntőbe a Bonyhád BFC és a Nyárrád Szereda csapata jutott be. A legfontosabb dolgok igazából azok voltak, hogy jól osszuk be az erőnket, ugye, mert hosszú a nap, meg holnap még megyünk tovább Pécsre is, egy újabb tornára. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, meg az, hogy próbáljuk higgadtak maradni. A finálét végül a három évvel ezelőtti győztes Nyárrád Szereda csapata nyerte meg, büntetőkkel győzték le a bonyhádiakat. Az esemény zárásaként köszöntőt mondott Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki megköszönte a csapatok részvételét. A torna szervezőinek célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is megrendezik a versenyt.